Az iskolai tananyag letöltésében segít az egyik helyi édesapának a Tolnai Családsegítő Központ munkatársa. A családsegítőnél korábban digitális jólétpontot, vagyis bárki számára elérhető internet és számítógép hozzáférést alakítottak ki. Most egyre többen kérnek így segítséget a digitális tanrenddel kapcsolatban. De nem csak így veszik ki a részüket a Családsegítő Központ munkatársai a veszélyhelyzet miatt elrendelt rendkívüli intézkedésekből. Nekünk is át kell állnunk az elektronikus ügyintézésre. Elsősorban e-mailen, telefonos formában intézzük az ügyeket. Továbbra is kiemelt figyelmet fordítunk a veszélyeztetett gyerekekre, illetve a veszélyeztetettségüknek a megelőzésére, a krízishelyzetek megelőzésére. Ennek érdekében továbbra is várjuk a jelzéseket. Tolnán és a Mözsi városrészben a nyugdíjasok ellátását nem önkéntes rendszerrel oldották meg. A nyugdíjas klubok bezártak, ezért a felszabaduló ott dolgozók járnak ki a helyi idősekhez. A gondozási központnak a feladatai ugyanúgy megmaradtak. A házi segítségnyújtásban a gondozónőink ugyanúgy tevékenykednek. Persze ez is megváltozott teljes mértékben, mert védőfelszerelésbe mehetnek csak be az idősekhez. Ezt biztosítjuk nekik, minden nap kapnak új tiszta köppenyeket, védőszemüvegeket, szájmaszkokat. Tolnán már korábban is hozott rendkívüli intézkedéseket a város vezetése. Például a vírus terjedését lassítandó intézményeket zártak be ideiglenesen.